Hogyan halad az ellenőrzés, a munka, hiszen már egy hete tart, illetve ez már a második hete a munkának, az ellenőrzéseknek ott Magyar a községben? Mai napra kispiac és környéke maradt, holnap pedig horgos. És akkor befejeződik, vagy pedig? Egy pótnapot tartunk, akik elmulasztották az ellenőrzést, telefonon jelentkezhetnek, a 063 82 99 091-es számon, és szerdán munkatársaink és csütörtökön meglátogatják őket is. Miért fontos? Ezt sokszor elmondjuk, de úgy látszik, hogy nem elégszer, vagy, vagy, az emberek nem figyelnek oda, nem akarnak odafigyelni, hogy, hogy fontos a tűzvédelmi ellenőrzés elvégzése. Ezt a kérdést én is önmagamnak megfogalmaztam már, de éppen tavaly, amikor a csúrogi megemlékezésről jöttünk visszafelé, Péter Réve magasságában egy vadi új New Holland, azt hiszem jól ejtem, kombáj arató cséplő a tábla kellős közepén kölcsösödött össze, mert annak már elég sok plastikából készült alkatrésze van, borító felületei, és egyszerűen kigyulladt, és semmivé vált. Ha megnézzük azt, hogy szerkezetváltás történt az elmúlt másfél évben a Prosperitát és a magyar kormány hadhatós támogatásával, tudnélik a régi arató cséplőket a 20-30 éves arató cséplőket gazdáink eléggé nagymértékben mértékben sikeresen felújították, és ebből kifolyólag Magyar Kanizsa községben a 118 és 123 bejegyzett kombányból <kül> immár valahol 85 fog a kenyér csatába indulni, annak köszönhetően, hogy az új arató cséplők sokkal nagyobb kapacitással rendelkeznek. Igen ám, de ahogy ez az említett új holland szupermodern gép is a tűz martalékává vált, ezért szükséges minden egyes arató cséplőnél át a szakbizottságnak, akik csak ezzel foglalkoznak, hogy nem-e vajon a az akkumulátorról jövő pluszkábel valahol kidörzsölődött az alvázon vagy a csatlakozásoknál. Az akkumulátor helyesen van-e tartva, és nem történik berobbanás, illetve olyan tüzünk is volt két évvel ezelőtt, amikor egy fölhevült golyós csapágy szétrobbant, és az izzó fém begyújtotta a Tarlót, ami aztán sikeresen idézőjelben mondom átterjedt a közvetlen közelébe, még nem learatott táblába. Felelősséggel jár az ellenőrzés, és felelősséggel jár az aratásban részt venni is a munkagépekkel. Mi a helyzet e tekintetben? A gondatlanság. Tehát sokszor előfordul, hogy látjuk, hogy a gépkezelő legyen az a szalmaprés kezelő, aki éppen a traktor vontatta szarmaprés tetején dohányzik. Vagy a tábla környékén, eddig ugye csapadékos időjárás volt, és tényleg amióta csapadék van, azóta a kültéri tűzesetek szinte megszűntek. Igen, ám de most ránk robbant a kánikula, és pillanatok alatt a jól vegetáció, ami kiburjánzott köszönve a sok-sok esőnek, az most úgy néz ki, hogy egy hét alatt szinte meg fog száradni, és a zaratás is, ha ilyen kánikula lesz, be fog indulni bő egy hét múlva, és Látszom, szárazság van. táblák, amelyek elkezdtek sárgulni a homokvidéken, felfigyelhettem ilyenre. Így van, és ez most mind nagy hirtelenséggel megszárad, és akkor untig elég egy cigaretta csik, vagy ha kiesik a gázzal töltött öngyújtó a zsebünkből, és arra rájön a 35-37 fokos meleg, bizony öngyulladás keletkezik. Megszervezték-e hogyan az ellenőrzést, a felügyeletet, vannak-e megfigyelő helyek, állomások, akár magasabb silókon, vagy a terepen? Amióta a technika megváltozott, és a mobiltelefon létezik, akkor ugye nagyon gyorsan jelenti ki a tüzet. De ha elindulunk bárhová, alföldi emberek lévén látjuk, hogy merre van a füst. És attól a pillanattól számítva 10-15 perc alatt oda kell érni a helyszínre a tűzoltóknak. Na most a hivatásos állománynak a technikai készültsége az 30-40 évre tekinthető vissza, és ilyen gépekkel közlekednek. Még Magyarkan is a község területén a 2011-2-től errefelé hathatós felújítás történt a gépparkban, és mivel a hivatásos állomány emberhiányjal is küzd, a létszámstopp véget. Ebből kifolyólag az önkéntesek állandó ügyeletet fognak tartani Horgoson, Oromhegyesen, illetve Oromon, természetesen Kanisán is, és hogyha füstöt látnak, száguldanak. Tűzesetek nem csak az aratáskor kell odafigyelni, hanem máskor is, hiszen egész évben. Tilos a szabadban a, a növényi hulladékok és egyéb hulladékok égetése. Ez különösen érvényes az aratás idején, ez a tilalom. Ebben az évben, immár április 1-ig, szinte elértük azt a számot, mint tavaly egész évben. Mi történt? Egy hatalmas szárasság köszöntött ránk ez évben, a csapadék az szinte minimális volt, és például április hó folyamán a kisomok kispiaci útról homokdünéket takarítottunk el, mint a sivatagba élnénk. 61 tűzesetet regisztráltunk április 1 és az egész tavalyi évben pedig 69-et. Tehát ezért ezek a számok valamit mondanak. Nagyon beszédesek, és Jelen pillanatban a 75. sorszámnál tartunk, és tényleg amióta bejött a csapadékos idő, azóta megszűnt a történet, hogyha ilyen erős intenzitással lesz a kánikula, akkor nem is tudom, hogy mi lesz. Remélem, hogy a 2012-es év nem fog megismétlődni, amikor 189 tűzesetünk volt egész év folyamán.